Két évre választ elnököt és választmányi tagokat a székelyudvarhelyi RMDS. A február 27-i szavazás részleteiről tegnap számoltak be a szervezet tisztújítási bizottságának tagjai. A székelyudvarhelyi RMDS városi szervezete február 27-én tartja tisztújító közgyűlését, amelyen a szervezet elnökéről és a választmány 12 tagjáról dönthetnek a szövetség tagjai, akik részt vesznek az egyfordulós állóurnás szavazáson. Az elnöki tisztségért négyen jelentkeztek, a tisztújítási bizottság valamennyi jelölt dossziéját elfogadta, a 19 választmányi tagjelölt közül egy személyt állandó székelyudvarhelyi lakcím hiánya miatt visszautasítottak. Választás során négy elnök jelölt közül egyre lehet szavazni, ez egy választói lapon lesz, egy másik íven, egy másik lapon, viszont ott a 18 önkormány vagy választmányi tagnak a névsora, ABC sorrendben, ezek közül kettő minimum, maximum 12-t lehet megjelölni, ellenkező esetben érvénytelen a szavazat. A választáson minden 18. életévét betöltött székelyudvarhelyi lakcímmel rendelkező személy részt vehet, amennyiben a választás napján, vagy azt megelőzően kitölti az RMDS-be való belépési nyilatkozatot, vagy a tagsági megerősítő nyilatkozatot. A választás paramétereit illetően reggel 8-tól este 8 óráig lehet majd február 27-én szavazni. Gyakorlatilag székelyudvarhely területén 4 szavazókörzet van eddig leszögezve, illetve még lesz egy szavazókörzet, ahol majd a székelyudvarhelyiek szavazhatnak. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a jelöltekre az 5 helyszín bármelyikén lehet szavazni, ugyanakkor egy számítógépes online rendszerrel kizárják a dupla szavazás lehetőségét. A megválasztott jelöltek mandátuma 2 évre szól.